Pécsi siker született az 50. alkalommal megrendezett országos elsősegélynyújtó versenyen. Az első helyet ifjúsági kategóriában a Pécsi Nagy-Lajos Gimnázium Lajososok nevű csapata hozta el. A felnőtt kategóriában a második helyezéssel szintén Pécsi etikett csapat büszkélkedhet. Rengeteg felkészülés előzte meg ezt a versenyt, és magán a versenyen is nagyon esetnek nagyon határozottnak kellett lenni, hogy azt a 48 csapatot, aki ugye részt vett ezen a versenyen, hogy ezek közül a, ezek közül a csapatok közül ilyen szép helyezést érjünk el. 7 plusz 1 helyszín volt, amit teljesítenünk kellett. Igazából az első nyújtás alapjaitól kezdve egészen a tömeges balesetig kellett feladatokat feltok megoldani. Nagyon sok munka, idő és, és türelem kellett ahhoz, hogy mi ideig eljussunk, és nagyon-nagyon sok sok minden, ami küzdelem és, és összetartás, és főleg a csapatmunka, amit nagyon számít. Mert hogyha egyedül nem lehet megnyerni egy versenyt, ötfős fős a csapat, mindenki öten és egyért. Komoly több éves felkészítő munka előzi meg az ilyen felmenő rendszerben történő megmérettetést. Először területi, majd megyei, végül a döntő mindig országos szinten zajlik, mondta a dr. Sádi Ferenc mentőorvos, aki egyben a csapatok felkészítője is volt. Egy, -egy rabló pandúr játékot játszunk évről évre az összeállítókkal, mert nem tudunk mindig fölkészülni bizonyos szituációk, mindig előttünk járnak egyel valamiért, tehát próbálok már extrém szituációkat adni a gyerekeknek, de idén is volt olyan helyzet, amire hát nem sikerült úgymond felkészíteni őket, viszont nagyon bíztam az improvizációs képességeikbe, mert mindig mondom nekik, hogy itt nagyon sokszor improvizálni kell, és ezt úgy tudom, nagyon jól megoldották. Gyermekkategóriában Szigetvári csapat ért el szép helyezést. 15 ek lettek 20 induló csapatból. Felkészítőjük Melát Andrea volt. Az elismerés őket is megilleti. Fél évszázada szervezi meg a Magyar Vörös Kereszt az országos elsősegélynyújtó versenyét. Ezen olyan személyek vehetnek részt, akik nem rendelkeznek egészségügyi Ügyi szakképesítéssel. A verseny célja az volt, hogy népszerűsítse az elsősegélynyújtási ismereteket, és felhívja a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára.